Kedves tévénézőink! A Rozsnyói Televízió adása most magyar nyelvű magazin műsorral folytatódik. Üdvözlöm Önöket! Ismét eseménydús hét áll mögöttünk, és mi érdekes riportokkal kedveskedünk Önöknek ezúttal is. Kellemes tévénézést kívánok! A magas fű problémákat okozott városunkban. Ki mit tud verseny gyermeknap alkalmából? Hogy mi történik városunkban? Az óvoda, Fábri Zoltán alapiskola és szakközépiskola napközi otthonában 2019. június 10-én gyereknap alkalmából tehetségkutató, avagy ki mit tud versenyt rendeztek a nevelőnők. Az alsó tagozatos diákok tánc, ének és vers kategóriában versenyeztek. Ez a csodálatos nap nem csak a gyerekek számára hozott örömöt, hanem az iskola pedagógusainak is. Az óvoda, Fábri Zoltán alapiskola és szakközépiskola napközi otthonában 2019. június 7-én ki mit tud versenyt rendeztek. Alsó tagozatos diákok tánc, ének és vers kategóriában versenyeztek. A zsűri tagjai is a tanulók közül kerültek ki. A tehetséges fellépők közül többen is elkápráztatták a zsűrit, illetve a közönséget is. A gyerekek egyedül vagy a nevelőnők segítségével választották ki a produkciót. Fontosnak tartják, hogy ilyen rendezvényeket szervezzenek, mivel ezáltal a gyerekek kibontakoznak, megmutatják tehetségüket. Arany álma a kegyen, bári bég a zöldjepen, cirmos cica egerész, csengős csikok legelész, dongó dáros döngicsél, esik eső, fúj a szél. A mai napon a gyermeknap alkalmával egy ki mit tud rendezvényt rendezünk, amiben belekapcsolódanak az 1-4-es osztályok, alsó tagozatos osztályok, tanítónénik és nevelőnénik együtt készítik fel a gyerekeket. Három kategória lesz, ének, tánc és próza, valamint vers. Hogy még jobban fokozzuk eztet, a zsűriben is gyerekek lesznek, 4 gyerek pontosan, és nem pontozni fogunk, hanem készítettünk ilyen emotikonos táblákat, egy szomorú arcocskát és egy szívecskés arcocskát, úgyhogy azzal fogják jelezni a zsűrik, hogy tetszett-e a produkció, vagy pedig nem tetszett. A gyerekek nagyon készültek erre a napra, nagyon izgulnak, vannak nagyon tehetséges gyerekeink, úgyhogy szerintem jól fog sikerülni ez a mai nap. Úgyhogy ezek a gyerekek nagyon tehetségesek, ők élvezik a zenét, szeretik, szeretnek táncolni, énekelni. Mivel az iskolát hátrányos helyzetű gyerekek látogatják, ezért az iskola vezetősége tudja, hogy csak itt lehet ilyenben részük. Ezek a gyerekek ebben nevelkednek, nekik a tánc, az ének, az életük része, így nem volt ez nehéz feladat számukra. A nevelőnők segítségével egy táblát készítettek, és mosolygós vagy szomorú arcocskákkal díjazták az előadást. A gyerekek nagyon igyekeztek és sokat gyakoroltak. Osztályon belül kialakultak csoportok, úgyhogy a gyerekek saját maguk osztódtak szét, tánccsoportok, énekcsoportok minden osztályban. Nevelőnénik készítették fel őket, belekapcsolódtak a tanítónénik is természetesen, együtt választottak ki a dalokat, valamint a táncokat, verseket, prózákat, és napköziben gyakoroltuk velük. Ha lehetett, akkor zeneórán is gyakoroltunk velük, úgyhogy nagyon-nagyon készülnek a gyerekek, és már örülnek neki nagyon. A gyerekek a zenében élik ki mindennapjaikat, ebben nevelkednek fel. Jutalom nélkül sem mentek haza a versenyzők, ugyanis édességet kaptak a kiváló teljesítményükre. Ezt a napot a gyerekek minden évben nagyon várják, hiszen tudják, hogy ilyenkor megmutathassák az osztálytársaik és a tanárok előtt, hogy mennyire tehetségesek. A nap nagyon vidámra sikeredett, és remélik, hogy a közeljövőben is sok ilyen rendezvényre kerül sor. Mivel hogy a június az iskolai év utolsó hónapja, ezért lesz még 2 ilyen fontosabb akciónk, kirándulás is lesz, és állatkertbe megyünk, Kassára megyünk az állatkertbe. Vannak olyan gyerekek, akik még nem is láttak állatkertet, nem is voltak még állatkertben. Jóformán nem is ismernek minden állatot, úgyhogy ez nagy élmény lesz a számukra.
Ahhoz, hogy környezetünk gondozott és ápolt legyen, elengedhetetlen, hogy az elburjánzott növényzet eltávolításra kerüljön. Ez nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem a gazban és magas fűben elszaporodó állatok miatt is. A másik ok pedig, hogy a gyermekek biztonságosan játszhassanak a környéken. Ezért is érdemes odafigyelni a zöld területek rendben tartására. A szeszélyes esős időjárás keresztbe tett a rozsnyújaknak, s nagy problémák akadtak a kaszálással városunk területén. Ezt városunk polgármestere Michal Domik is megemlítette a május végi tanácskozáson. Természetesen városunk lakosai sem hagyták szó nélkül ezt a helyzetet, s panaszkodni kezdtek a magas fű miatt, legfőképpen a Budovatyelská utcán. Na začiatok by som sa všetkým občanom našho mesta chcel ospravedlniť za kosenie. Fakt tá tráva je veľmi vysoká, majú opodstatnené nároky na to, že, alebo sťažnosti, že tá tráva nie je pokosená. K prvému bodu by som to dal, k nepriaznivé. Prvý bod, čo to zapričinilo, bolo to nepriaznivé počasie. Ústavične pršalo, jeden deň pršalo, na druhý deň svietilo slnko, zas pršalo. Tí ľudia mali dovolenky, potom pršali. Odstranili sme to s tým, že začali kosiť aj sobotu, no nestačilo to. Teraz máme na také zapožičania, na ukážku, jeden traktor, čo akurát za mnou pracuje, aby sme ohodnotili, že či ideme do takého typu, alebo či pôjdeme do iných typov. Takže aj toto je asi ďalšia cesta, ktorú by mesto chcelo pracovať. Tretia vec je veľmi krásna, ponúkne sa nám vlastne pracovníci Charity a vlastne tí bezdomovci prišli nám pomôcť upratať toto sídlisko, pokosiť, čože ako sami vidíte, taktiež môžete povedať, že usilovne pracujú na zveľaďovaní nášho mesta. Az út jó állapotú. Csúflátványt jelent azonban a magas fű és a kórok tömege az út mellett. Mindkét oldalról magasra nőtt fű és gaz hajlik az úttestre, így a gyalogosok és a kerékpárosok is az útest közepén kénytelenek közlekedni. Keď bude dobré počasie, tak určite každú sobotu budú vonka naši ľudia, aby sme dohnali to, čo je už stratené, ale chceme to automaticky, vidíme, že to nestíhame, takže určite tá cesta je tá, že aby sme zakúpili dva traktory, ktoré by pokosili túto trávu. A kaszálás tényleg nagy kihívást jelentett városunk számára, hiszen az előző hetekben nem kaptunk más, csak hideget és rengeteg esőt a nyakunkba. Szerencsére a helyzet az utóbbi héten sokat javult. Tak najväčším problémom, čo som mal už aj predvolebnej kampani, je revitalizácia okolia blokov, kde, ako sami môžete sa pozrieť potom, sú pozostatky starých lavičiek, betonových nejakých budov. A koľko robíme celé vargové pole, tento rok sme si zaumienili s poslancami, že opravíme vargové pole, tak budeme sa sústrediť tu na vargové pole, robia sa tu chodníky a taktiež by sa tieto väčšie priestranstvá, kde vieme to naraz urobiť a taktiež potom na rok ideme na ďalšie sídliska a na ďalšie. Máme 4 veľké sídliska, takže každý príde na rad. Každému vlastne vyhovieme a pôjdeme postupne. Ale nechceme skákať z jedného miesta na druhé. A kulturális idegenforgalmi és regionális politikával foglalkozó szakbizottság javaslata alapján Rozsnyúváros felhívja a polgárok, szervezetek és intézmények figyelmét az év személyisége 2020 javaslatokhoz. Ennek a felhívásnak az a célja, hogy bemutassa a nyilvánosságnak egy jól ismert személyiséget, aki született, élt vagy dolgozott Rozsnyún. A javaslatokat szeptemberben megvitatják a kulturális idegenforgalmi és regionális politikával foglalkozó szakbizottságban. Rozsnyúváros ezért felhívja a polgárok, szervezetek és intézmények figyelmét, hogy nyújtsák be írásos javaslataikat az év személyisége 2020 rövid indoklással együtt. A javaslatokat legkésőbb július 30-áig küldhetik el postán a következő címre. Városi Hivatal, Oktatásügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sportosztály, Safárik utca 29, Rozsnyú. Vagy személyesen a Rozsnyúi Városi Hivatal ügyfélszolgálati irodájában, az iktatóban. Avagy a következő e-mail címre. Környezetvédelmi nap. Ismeretterjesztő és szórakoztató programok gyerekeknek. Az ENSZ 1972-ben június 5-én Stockholmban megrendezett Ember és Bioszféra című környezetvédelmi világkonferenciája emlékére rendezik meg minden évben a Környezetvédelmi Világnapot. Így 2019. június 22-én szombaton 15 órától gyermekprogramban bővelkedő zöld napot tartanak a Rozsnyúi Sportcsarnokban is Solymos László környezetvédelmi miniszter részvételével.
A módszer segít abban, hogy megvizsgáljuk környezetünket, és a zöld jeles nap kapcsán zöld szemüveget húzva megfigyeljük, hogy mennyire élünk környezetbarát módon. A rendezvényen kreatív környezetvédelmi foglalkozások és bemutatók a balafigurákkal, arcfestés, valamint ingyenes popcorn és vattacukor várja a gyerekeket. A belépés díjtalan. Idén is sok szeretettel meghívjuk Önöket 2019. június 22-én szombaton 17 órai kezdettel Rozsnyón a Kulturális Kereskedelmi Központba a Nagyapáink Öröksége 5. jubileumi évfordulójára, mely a Kultminor támogatásával valósul meg. Fellépők, a Borostyán Néptánc műhely tagjai és vendégei, Bártva, Ilosvai Aszu Senior Néptánc Együttes, Nagyidai Hagyományőrző Csoport, Várjos Zenekar és a Buzitai Citera Zenekar. Az oktatók Vajda Péter, Kristóf Bálint. A műsor után táncházba várják a kedves nézőket. A belépő becsületkasszás. Szeretettel várnák kicsiket s nagyokat egyaránt. A Rozsnyói Magazin adása ma a Tátrától a Tiszáig című magazin műsorral folytatódik. Én köszönöm, hogy velem tartottak a magyar adás szűkre szabott perceiben. Jövő héten pedig 10 éve készült televíziós archívummal jelentkezünk. De addig is kellemesen eltöltött meleg nyári napokat kívánok Önöknek. A viszontlátásra!